Némaságom, némasága, szavaim szava, anyanyelvem te árva, anyám hanvára mohó déva vár. Te vagy a csönd nékem, a levegő, szabadságom, szomjam és éhem, rodostóm és házsongárdom, madéfalvám, segesváram, húzatlan szólaló mennyei harangom, virágos kertemnek földön futó füstje, égbeható lángja, homlokomra fölszögezett csillag, keresztel áldott megszegett kenyér, te árva, te drága, én szépem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Véleményem szerint ő úgy él a köztudatban, mint a Székelyföld alapító főszerkesztője és mint költő. Ő arc Csíkszeredában, és azt gondolom, hogy a Székelyföldön is az új transzilván, erdélyi és egyébként a szélesebb magyarországi lírában is számon tartott. Vele bizalmatlanabbak voltak egy kicsit az emberek. Ő ugye a pálya széléről jött, úgymond. Tehát Ferencesnek vénfejjel kellett bebizonyítani azt, hogy tényleg számolni kell vele és érdemes számolni vele. Apám életéről nem sokat tudtam. Igazándiból nem tudom, hogy milyen ember volt, mert mindig valahol úton volt, valahol épített. Apám ő egy nagy álmodozó volt. Hát amikor a kultúrotthont építette, és az utolsó december-januárban már se pénz nem volt semmi, de a színpad még sehol nem volt. Akkor apám az egyetlen egy tehenünket kivezette az istálóból, eladta, és abból készítették el a színpadot. Furcsa viszony volt, hogy apám árnyékától nem tudok szabadulni, és nem is akarok. Apám ott állt az 5-6 katonákból álló osztag előtt, akik céloztak, és ketsz. Nagy röhögés. Nem volt golyó a csövön. Akik céloztak, és ketsz. Visító röhely. Akik céloztak, és ketsz. A családban azóta is úgy tudják, hogy édesapám azon a délelőttön őszült meg, lett hófehér hajú. Én csak annyit tudok emlékezetem első, élő pillanataitól fogvást, hogy az én édesapám mindig öreg volt. Örökkön őszhajú. Hát, mint a középiskolában kemény politikai gazdaságtant és tudományos szocializmust tanítottak, és a főiskolán is. Minden esélyem megvolt ahhoz, hogy ateista legyek, vagy Isten tagadom, mit tudom én. Csak egy volt a gond ezzel a neveléssel, hogy a kegytemplomban, amikor az ember megáll az orgon alatti egyik oszlopnak nekiveti a hátát, akkor mindig valami, Nem tudom megmagyarázni, milyen sugallat, de egyfajta nyugalom szállta meg az embert, úgyhogy aztán rájöttem, hogy hiába perlekedik az ember, mert perlekedik a Jóistennel, Jóisten nem hagyja olyan egyszerűen és könnyen el az embert, nem engedi el. Te nem aranyban lakol, írtott erdők narcisza, az arcukon átragyogsz, málna vészes glória, vagy az örök tengerünk, krumpliföldünk, rossz szemünk, méhes kertünk ánizsa, ha a zsarnok gyászba ver, te teszel a holdra fel, Stella Maris Mária. Gyerekkoromban nagyon sokat voltunk együtt. Nem egy ilyen felnőttes fölénnyel viszonyult hozzánk, hanem úgy tanított, hogy észre se vettük. Nem beszélt sokat, nem az a bőbeszédű ember, de amit mondott, arra mindig nagyon figyeltünk. Csak pusztulsz, csak félsz, és elrohadsz. Irigyled a báva barmokat. És nincsen vég, és nincsen kezdet. Sem élni, sem halni nem lehet.
csak földre hulló arcunk átka hull, mint a hó, a diktatúrára. Hát volt az életemben egy Petőfis mozzanat, nem? Forradalom, úgynevezett forradalomkor verset szavalni a tömegnek, hát furcsa. Hát azért nagy naivak voltunk akkor. Elhittük, hogy na most kész, kitör a nagy román-magyar barátság, székely barátság, demokrácia épül, itt eljön a Kánaán. Hát nem ilyen lovat akartunk. Hát én ezzel a könyvvel gyakorlatilag egyfajta igazságszolgáltatást végeztem, tehát egyfajta elégtételt próbáltam adni apámnak, anyámnak, nagyszüleimnek, nagybátyámnak. Még a feleségem is azt mondja, éj, nem kellett volna megírni, mondják, de mondom, miért nem? Hát ha nem írjuk meg, akkor nyom nélkül múlunk el. Udvarod közepén vérkutak fakadtak. Útjaid elején ordosok ugattak. Útjaid legvégén falakat emeltek. Mésszel és téglával eltömik méhed. Mint aki esőt vár. Csak az eget nézed.